Enyhe Katarzis. Klasszikus zenéről őszintén Szatmári el a Rádiókafén. Szervusztok, ez itt az Enyhe Katarzis, én Szatmári Róbert vagyok, és köszöntök mindenkit. Mai vendégem Fazekas Gergely, a Zenekadémia docense. Szervusz, és köszöntelek a stúdióban. Szia, én is köszöntöm a hallgatókat. Azt mondtam, hogy tanára, de az egy fokozat, úgyhogy inkább észbe koptam, és akkor mondtam, hogy docens, Bár igazából a akkor is helytálló megfogalmazás lett volna, ha azt mondom, hogy tanár, nem? Igen, ugye ez egy bonyolult dolog, mert a docens után lévő következő fokozat az, amit úgy hívnak, hogy egyetemi tanár. Igen. Tehát ebben az értelemben én nem vagyok egyetemi tanár, de abban az értelemben, hogy egy egyetemen tanítok, végül is mégiscsak egy egyetemi tanár vagyok. Igen, igen. Mostanában úgy lehet veled találkozni, hogy téged hívnak olyan helyekre, amikor el kell magyarázni azt, hogy mi az a klasszikus zene, meg hogy a komoly zene hogyan jelenik meg a, a közvéleményben. Ugye több podcastben, meg műsorban is részt vettél. Néha, néha az emberek így rácsorálkoznak erre a műfajra, hogy jé, létezik még komoly zene és klasszikus zene, és hogy, és hogy ez, ez hogy van, és akkor gyerek Ergő gyere, gyere, mesél. Jól látom, hogy van egy ilyen, ilyen, ilyen szerep mostanában, nem? Aminek eleget teszel. Igen, vagy szóval, hogy örömmel jövök, hogyha hívnak, és ö, mert hogy szívügyem a klasszikus zene. Ö, ugye valószínűleg azért is jelentem meg most több podcastban, mert hogy közben indult egy sorozatom a dalszerelő műhely, ahol popzenéről beszélek, és akkor ez egy ilyen furcsa érdekességnek tűnik, hogy hogy hát jé, egy zenetörténész az, az érdeklődik a popzene iránt, és akkor ez ilyen érdekesen össze tud keveredni a kettő. De, de valóban azt gondolom, hogy a, hogy a klasszikus zene az egy olyan helyet kapott, vagy kap egyre inkább a mai zenei életben, ahol nagyon is igényli azt, hogy, hogy, hogy adjunk hozzá egy kis magyarázatot. Tehát ugye hosszú ideig az a kultúra, ami klasszikus zenének nevezünk, az nagyon jól elműködött mindenféle segítség nélkül főleg akkor, amikor még nem tekintették klasszikus zenének, hanem amikor még csak kortár zene volt, és amikor elkezdett mondjuk így, hogy klasszicizálódni, tehát, hogy elkezdtek régi zenéket játszani, olyan zenéket, amelyek, amelyek nem abban a korban születtek, tehát nem tudom, a 19. század közepén Mendelssohn generációja játszik beethoven meg Bachot, meg Mozartot, és ezek klasszikus művekké válnak, ilyen mintaadó műveké akkor, akkor egyszer csak ugye kiderült, hogy ja, hogy hát ez, ezt, ehhez magyarázat kell, sőt, nagyon érdekes, hogy ugye magát az előadást elkezdték magyarázatként értelmezni, tehát ugye szoktuk azt mondani, hogy valaki tolmácsolja Beethoven, szépen tolmácsolja bétóvent, ugye ez egy ilyen journalistikus fordulat. De a tolmácsolás, ugye angolul az a fordítás, az az interpretation. És az interpretation szót ugye egy idő után már nem csak a fordításra használták, hanem a zenei előadásra is, és akkor magyarul is mondjuk, hogy interpretáció. De ugye ez is itt valamikor a 19. század közepén indult el, tehát nagyon érdekes, hogy, hogy valahogy egyszer csak el kezdi igényelni ez a zenekultúra közvetítést, akár úgy, hogy valaki ezt előadó művészként közvetíti, és tolmácsolja beethoven akár úgy, hogy beszél róla, vagy ír róla, és akkor ad, ad hozzá egy magyarázatot. Hanem nem enne ez a, ez a kiegészítő beszélgetés a komoly zenéről, vagy klasszikus zenéről, akkor szerinted megvan a veszély arra is, hogy akár eltűnhet, vagy, vagy, vagy olyan szintű ö, csökkenésnek fog örvendeni a közeljövőben, ami, ami hát semmiképpen sem egy vidám jelenség. Ja, nagyon régóta kongatják a harangokat a, a, klasszikus zene fölött, hogy hát már itt a vég, és már nincs közönség, meg előregedik a közönség, de, de úgy tűnik, hogy ez egy ilyen folyamatosan öregedő közönsége van most már mondjuk száz éve, és, és valószínűleg ebben közrejátszik az is, hogy, hogy miközben szerintem rengeteg olyan klasszikus zene van, ami nagyon-nagyon jól működik igaziból minimális közvetítéssel, vagy szóval, hogy, hogy a közvetítés ugye nem a zene igényli, hanem mi igényeljük, mert hogy a klasszikus zene belekerült egy olyan közegbe, ahol az a sztereotípia alakult ki körülötte, hogy jaj, ehhez biztos sokat kell tudni, meg mindenféle ismeretre van szükség hozzá, meg ezt csak úgy simán nem lehet befogadni, tehát a magyarázat paradox módon arra azért kell, hogy elmagyarázzuk, hogy nem kell magyarázat valójában. A legna... Most vannak zenék, amik persze nagyon bonyolultak, és nem árt hozzájuk egy kis, kis körítés, de, de visszatérve a kérdésedre szól, hogy én bizonyos szempontból optimista vagyok, tehát én azt gondolom, hogy a klasszikus zene nem fog elmúlni, ennek vannak hogy mondjam, ilyen gazdasági vonatkozása is, hogy olyan őrületes intézményrendszer épült ki a klasszikus zeneköré, amit nem fognak lebontani. Tehát, hogy odáig azért szerintem nem fog eljutni egy ország sem, hogy a saját zeneakadémiáját, operaházát totálisan lebontsa. Az nyilván egy kérdés, hogy, hogy, hogy persze biztos, hogy szűkül a közönsége valamennyire, én nem vagyok egy jövőbelátó valaki, tehát ugye zenetörténészként az ember nem a jövővel, hanem a múlttal foglalkozik, de én azt gondolom, hogy a klasszikus zene egyre inkább egy szubkultúrává válik, tehát hogy van a heavy metal szubkultúra, és az se fog eltűnni, akkor se, ha nem mainstream, mert vannak zenekarok, újságok, van saját hagyománya, van közönsége, van egy nyelve, amit használ, és ugyanígy a klasszikus zene is, a régi klasszikus zene is, meg a, a, a mai, hiszen rengeteg nagyszerű zeneszerző ír. Ugye nem nevezhetjük ne ezt klasszikusnak, mert ma születik, de mondjuk az, hogy művészi zenét. Azok a zenék, amelyek több száz éve, vagy legalábbis régen íródtak, az akkor lehet izgalmas szerintem, hogyha, hogyha valamilyen formában előttünk a fülünk hallatára, vagy a szemünk látára válik igazi, valid művészetté. Van nekünk közünk a 21. század elején a, a klasszikus zenéhez olyan módon, hogy, 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 hogy élő és valid művészetté váljon, tehát tud velünk kommunikálni, tehát tud úgy kifejezni uh -huh. emberi, társadalmi tartalmakat, mint mondjuk egy, egy ma alkotó. Azáriától kezdve bárki. Abszolút, hát ugye szerintem Ugye most mi itt a nyugat-európai művészetről beszélünk, ugye annak az egyik nagyon fontos pillére a klasszikus zene, tehát nyilván mondjuk nem tudom, a kínai klasszikus zene az egy teljesen más kultúra, az egyébként még régebbi, mint az európai, de, de, de hát abszolút, hát ugye gondolj bele abba, hogy most visszakérdezhetnék, hogy, hogy szerinted Shakespeare tud-e hozzánk szólni? Valide ez a 17. század legelején elhunyt angol író. Válaszolók valid, tud hozzánk szólni, de ehhez mondjuk sokat segítenek a mondjuk nekünk külföldieknek, akik nem ö, angol nyelvet beszélünk, anyanyelvi szinten ö ugye segít a fordítás, vagy pedig adott esetben a modern színházi rendezések. Igen, vagy a modern fordítás, tehát hogy az, hogy fordítás, Ádám igen, lefordítja igen, újra, hangatet, az ugye segít, igen, persze. Igen, 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 Jó, de hát ugye ugyanezt történik végső soron, ugyanezt történik a klasszikus zenével, hogy, hogy ugye a Shakespeare, ugye mi maradt fönn a Shakespeare-től? maradtak szövegek, hiszen nem maradtak fönn videók az előadásról, és akkor ezeket a szövegeket újra és újra fordítják. Lefordítja Arany János, és lefordítja, nem tudom, Mészői Dezső, meg Kosztolányi Dezső, meg Babics Mihály, meg Nádasdi Ádám, meg mások. És ugyanezt történik a klasszikus zenével. Tehát nem arról van szó, hogy akkor a Bach megírja Goldberg variációkat, amit ugye igaziból nem ismerünk, mert amit ismerünk, az a kotta. Az maradt fönn, mert nem volt még hangfelvétel. És akkor ezt a kottát mindenki játsza. És a 20. század eleje óta, mióta van hangfelvétel, nyomon tudjuk követni, hogy hogyan változik a Bach előadás, mondjuk, de más mű, zeneszerzőket is említhetnék. És barom izgalmas megnézni azt, hogy nem tudom, az első fennmaradt Goldberg variációk elő... felvétel 1900 28-as, és, és, és akkor utána azóta nem tudom több mint 600 felvétel készült a Goldberg variációkból, és, és ezek között eszméletlen sok nagyon értékes, nagyon izgalmas felvétel van, de sokszor olyanok, hogy hogy mintha nem is ugyanaz a mű lenne. Persze a, a kotta mindegyik mögött ugyanaz, de az értelmezés az mindig más, és ez tartja szerintem életben, tehát én nagyon ha, ha, éppen nagyon radikális hangulatomban vagyok, akkor azt mondom, hogy valójában csak kortárs létezik. Mert a Bach is kortárs válik azáltal, hogy egy ma élő ember, mondjuk Sifandrás eljátsza. És hogyha azt nem Sifandrás játsza, hanem nem tudom, Fejérvári Zoltán, aki egy ké, majdnem két generációval fiatalabb zongoraművész, akkor az egy egészen más Bach lesz, valahogy kapcsolódnak egymáshoz, vagy nem, de hogy szerintem pont ezt ez tartja ezt tartja életben ezt az egész kultúrát. Nyilván az egy, az egy nagyon nehéz helyzetet teremt szerintem mindenfajta magas művészetnek, hogy ma ugye egy ilyen az, az internetnek köszönhetően, meg az interneten működő sokféle ilyen technológiának, tehát a streamingnek, meg mindenféle ilyesminek köszönhetően, ugye annyira megváltozott a kultúrafogyasztás természete, annyira pluralistikus lett, tehát hogy, hogy bárki bármit föltölt, meghallgat, hozzáfér, nem tudom micsoda, hogy mondjuk azok a régebbi Mechanizmusok, ahogy mondjuk a magas művészete eljutott a közönséghez, ahol ugye ilyen nagyon erős szűrőkön keresztül vezetett az út. Tehát mondok egy példát, ugye ott van Leonard Bernstein, vagy magyarosan Bernstein, aki hát minden idők egyik legnagyobb karmestere volt, és egy egészen fantasztikus ilyen kultúra közvetítő. Ugye neki voltak ezek a sorozatai, ahol magyarázta a klasszikus zenét. De most ugye egy olyan korban magyarázta a klasszikus zenét sztár karmesterként, amikor az amerikai kulturális közegben nagyon sokan tettek nagy pénzeket abba, hogy szimfonikus zenekarok működjenek, ugye ott az állam viszonylag kis szerepet játszik a kultúra támogatásban. Akkor már ugye, akkor robbant be a tévé, mint, mint, mint ilyen kultúrafogyasztás Eszköz, tehát, hogy egyre több háztartásban volt tévé, de még csak nagyon kevés, ha nem is tudom hány TV csatorna létezett. Tehát, hogy volt olyan időszak, amikor ha egy amerikai lakos bekapcsolta a tévét, akkor a Leonard Bernstein a New Yorki Filharmonikusok élén állva Bachról, meg Mozartról magyarázott. És tényleg ezek tények, tehát számok, hogy sok millió ember akkoriban, az 50-es, 60-as években, azzal töltötte az idejét otthon, hogy nem a, mit tudom én, melyik főzős műsort nézte, hanem azt, hogy egy nagy karmester Mozartról magyaráz. De ugye azzal, hogy ez, ugye itt van egy nagyon erős szűrő, hogy ki van a ki van a tévés, tehát a tévétársaság ugye ennek az erőforrásnak a birtokába, az hogy dönt, hogy a, hogy a Leonard Bernstein teszi oda. Ma meg mi van, megfogom a mobiltelefonomat, fölveszem azt, hogy Mozart egy hülye, fölteszem a YouTube-ra, és akkor azt meg lehet nézni, és lehet, hogy sokan megnézik, és lehet, hogy nem. Igen. Én legutóbb, a, 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 amikor nagyon lelkendeztem egy koncert kapcsán, amikor Teodor Kurencis itt volt, és akkor e, nem tudom, hogy te láttad ezt a koncertet, neked hogy tetszett? Tehát, teljesen oda voltam, fantasztikus én is, én is, volt. Én is, én is. Persze mondjuk lehet mondani, hogy mennyi lóvét kap honnan, meg stb., meg hogy iszonyatos lehetőségei vannak, de nem nyilván ezzel nem mindenki tud élni szerintem. És, és én ott fogalmaztam meg olyat egy írásomban, amikor azt gondoltam, hogy itt az a lényeg, hogy valid művészet legyen. Tehát a művészet ak akkor ér valamit, hogy előttünk születik. Tehát egy önmagában, hogyha nekem nincs közöm ahhoz a 300 évvel korábban megírott Bach műhöz, vagy nem tudom, akkor igazából, Igen. akkor egy, egy múzeumi tárgy. Így van, és egyébként a Kurencisz az azért egy nagyon jó példa, ugye ő egy görög származású és Oroszországban működött, vagy működő karmester, és tényleg hát abszolút a legzseniálisabb karmester figurák egyike ma, és ő jött ezzel a nagy zenekar az Utópia Orkesztrával, és Kelemen Barnabás volt a szólista, ugye egy Brahms hegedű verseny, meg egy Csajkovszki szimfóniát játszottak, és ugye tényleg az volt elképesztő az előadásban, hogy annyira életteli volt tehát egyszerűen azt lehetett érezni, hogy, hogy itt most tényleg valami különleges minőség születik most ott a szemünk és a, és az, te, te mi zene történész, vagy zene ítész, ezt meg tudod ítélni, hogy, hogy mi volt ez a, ez a mit mondtál, milyen, milyen érzés, szop, nem, milyen szót használtál? Hogy nem, mikor? Az előbb, amikor a, amikor ott voltál a koncerten, akkor mondtad, hogy nem is tudod, milyen érzés volt. Nem, szop, szop, nem tudom, milyen szót használtál. Hú, ez most így nekem is kitörlődött. Aha, pedig nagyon jó volt. Aha. Tehát, hogy azt a fajta ott születő művészetélményt, uh -huh. azt meg tudod fogalmazni, hogy az, hogy az zenészként ez hogy jöhetett létre? Mert én csak azt hallom, hogy valami tök más, és valami baromi jó. Uh -huh. És hogy ilyen még nem volt, és hogy ilyen lebegés, szabadság, és tök más hangzás. Én itt tudom megfogalmazni, de én ugye nem vagyok zenész. Igen, ez ugye mindig az ilyen katartikus pillanatokat a legnehezebb aztán racionális magyarázattal ellátni. Én azt gondolom, hogy az a produkció, meg talán ez egy általános ö, általános, ö, nem tudom én szabályként is felállítható, hogy, hogy, hogy ha azt mondom, hogy tökéletes volt zeneileg az azért félre, mert nem attól lesz jó egy produkció, hogy nincsen benne egy hanghiba sem. De azt gondolom, hogy a tökéletességre törekvés, tehát hogy, hogy ugye ezt egyébként lehet is tudni, hogy iszonyatosan mennyiséget próbál és az, amíg ő kikeveri azt, hogy hogy tud nagyon halkan ilyen igazi pianissimo szólni egy gigantikus zenekar, mert igaziból nekem például ez volt egy megdöbbentő élmény, hogy olyan úgy szólt a vonóskar, ahogy soha életemben élőben ilyet nem hallottam még, olyan se. puhán, olyan, és mégis mégse volt gyenge a hangzás, szóval, hogy valami egész különleges Én volt. Fel, volna, Igen. nem? Tehát, ilyen... Igen, de hogy, de hogy ebből az van szerintem, hogy, hogy, hogy iszonyatos munkát tesz bele, tehát, hogy nincs csak úgy oda, dobva az egész elénk. A másik, hogy, hogy nagyon intenzíven megéli a, az előadást az összes zenész, meg természetesen a karmester, meg a szólista, tehát hogy, az, hogy ugye ezt egyébként Kurták György a nagy zeneszerző, aki hát ugye az egyik legjelentősebb ö, ilyen hogy mondjam, tanár, vagy, vagy betanítója, nem tudom én, kamarazenének, és rengeteg nagy zenésszel dolgozott együtt, és ő az, aki mindig azt kéri, tehát nem, nem az érdekli, hogy pontos legyen a hangmagasság, meg, meg tökéletes legyen minden ritmus érték meg nem tudom micsoda, persze ez az alap, hogy, hogy ez úgyis megtanulta a darabot az adott illető, de, de hogy, hogy, hogy a jelenléte az meg legyen, tehát hogy az a darab, amivel ő, amit ő amit ő eljátszik, arról gondoljon valamit, mondjon valamit azzal a zenével. Mert nagyon sok esetben azt lehet érezni, és hát nyilván nagyon sokféle zenész van, tehát hogy azért nagy a választék a jó meg a rossz előadásokból is, hogy, 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 hogy hát így jó, hát ma el kell játszani a darabot, mert szolgálat van, és akkor megyünk Az és játszunk. Az 90 a erről szól, de nem, vagy... Igen, de közben meg azt gondolom, hogy ezért ez egy nagyon fontos része szerintem minden élő zenekultúrának, hogy muszáj, hogy legyen derékhad, aki dolgozik minden nap, és tisztességesen megcsinálja a produkciókat, mert ha mert ha ez nincs, akkor ebből nem tud kijönni nem tudnak kijönni ezek a különleges pillanatok. Tehát a különleges pillanatokhoz, meg a különleges tehetségekhez szerintem nagyon nagy fontos az, hogy van egy olyan közeg, ahol vannak nem annyira tehetséges, de még mindig azért kitűnő zenészek. Tehát, hogy mondjam, egy, szerintem egy, egy intézmény, hogy mondjuk a saját intézményemet mondjam, a zeneakadémiát sem feltétlenül az minősíti, hogy, hogy, hogy akkor a leggyengébb hallgatók milyenek, hanem az, hogy a legjobb hallgatók milyenek is. Ahhoz ugye van közöttük a legnyegébb és a legjobb között van egy középső réteg, akik ügyesek, jók, néha nagyon különleges produkcióra képesek, de nem mindig, de ha ezek, ezek nem teremtik meg azt az általános közeget, akkor abból nem tud kijönni az igazi tehetség. A demokrácia alapja is egy erős középosztály lenne, ugye elvileg. Ugye? a zenekadémiára térünk egy kicsit, nem vissza, hanem rá. Ú, írtál nem is olyan régen egy szerintem nagyon jó cikket a 444 hasábjaira, amikor volt, volt ez a nem túl szerencsés nyilatkozata a, a Csák János minisztertől. Most kerüljük ezeket a szaftos témákat, meg nem is nagyon tudsz ezekről beszélni, meg, meg, meg ezek úgy zajlanak a háttérben. Ö, nagyon tetszett rögtön, ahogy, ahogy, ahogy kezdted a, a, az írást. Ö, miért akar egy, egy olyan csávóba, aki életművérrel foglalkozni, akit megérint a Nirvana és Pörgysem zenéje. Meg egy, egyáltalán, egyáltalán, ez, ho, ho, hogy jön ez a kettő együtt? Ö, igen, ez egy jó kérdés. Ugye nálam az én személyes történetem az, az egy ilyen, mármint a zenéhez fűződő történetem az egy ilyen, ilyen villámcsapásszerű élményhez fűződik, tehát hogy, hogy egyszer csak 14 éves koromban így, így annyira mélyen megérintett a zene, hogy attól kezdve, hát legalábbis így emlékszem vissza rá, gyakorlatilag folyamatosan a zeneivel foglalkoztam, és valóban ebbe, hát ugye ez a 90-es évek legeleje, 91, hát az egy ilyen hőskorszaka volt szerintem mindenkinek, aki szerette a rock zenét és a hozzá tartozó különböző al stílusokat, tehát ugye a Nirvana, Pearl Jam, Red Hot Chili Peppers ugye ekkor volt a, a csúcson, és, és meg ekkor indultak el, ekkor robbantak be, tehát hogy valahogy ott az a gimis közeg az engem ebbe rögtön bele, be, behúzott, de közben én ugye elkezdtem zongorázni tanulni, és ez tényleg egy ilyen nagyon természetes út volt, hogy valamiért azt tapasztaltam meg magamon, hogy a Bach zenéjére sokkal intenzívebben rezonálok, mint bármi másra. Tehát én emlékszem arra, hogy egy fantasztikus zongoratanáron volt Bartai Ariadne, és akkor hát rengeteget négykezes esztünk Bach orgonaműveket végigjátszottuk meg. Szóval, hogy amit csak el tudtam játszani Bachtól, azt rögtön próbáltam játszani, és akkor ugye mindig az volt, hogy hát persze közben ezen iskolába jártam, tehát volt vizsga, és akkor mi kellett vinni romantikus darab, meg mit tudom én, bécsi klasszika, meg hát meg voltak ezek a szabályok és akkor lement a nyár elején a vizsga, és akkor a zongora tanárnőm ugye mondta, hogy akkor jó, akkor a nyáron gyakoroljam ezt, és akkor oda mitől megbeszéltük, hogy lesz egy Chopin darab, meg egy Mozart, vagy egy Haydn meg egy Bach, nem tudom, preludium és fuga. És az volt az érdekes, hogy akkor elindult a nyár, és akkor elkezdtem szépen ezeket gyakorolni, de egy idő után azt vettem észre, hogy a Chopin, meg a Mozart, meg a Haydn, meg a Beethoven, meg a többiek úgy valahogy úgy visszakerülnek a polcra, és a bakkották meg lekerülnek a polcról, és a nyár végénre már csak a bachokat játszom. Tehát, hogy, hogy ebben van egy ilyen személyes, szerintem nagyon nehezen megmagyarázható dolog. Tehát én most persze tudnék érvelni amellett, hogy a Bach minden idők legnagyobb zeneszerzője, ami nyilván egy hülyeség, mert nincs ilyen, hogy a legnagyobb, de azért az egy nagyon árulkodó dolog, hogy a Bach halála utáni, hát most már lassan 300 évben gyakorlatilag nem találunk olyan jelentős zeneszerzőt, aki számára a Bach ne a legfontosabb szerzők között lett volna. Tehát egyszerűen zenei, szakmai szempontból, tehát hogy hogy épít föl egy dallamot, hogy hogy rak össze egymással két-három szólamot, hogy hogy épít föl egy tételt, egy egész művet, hogy hogyan alakít ki egy, egy ciklust. Szóval, hogy valami olyan elképesztő Tudás van mögötte, és ez nem azt jelenti, hogy ettől még önmagában nem lenne jó zene, mert ettől még csak okos zene lenne, de szerintem ez magyarázza részben azt, hogy minden zenész odáig van érte. Tehát, hogyha valaki laikus, akkor lehet, hogy nem rezonál rögtön bakra, de ha valaki zenész és nem rezonál bakra, akkor szerintem ott valami probléma van. Uh -huh. Most azon gondolkodtam, hogy ugye azt szokták mondani Bach zenére a laikusok is vagy legalábbis ezt hallják minden, hogy az isteni rend. Ugye hát ez áll zeneileg, tehát olyan, olyan magas szinten vannak megfogalmazva áll a zenei gondolatok, amely szinten sehol máshol nem található. Meg egyébként ez milyen nincs az, hogy azóta nem nincs ilyen, ilyen zeneszerző? Ez egy érdekes kérdés, hogy van-e azóta, szóval ezt szokták néha tőlem kérdezni, hogy hát vannak-e még ma olyan tehetséges figurák, mint a Bach, meg a Mozart. Szerintem Ö, egyrészt vannak, tehát, hogy, hogy minden korban megvan, megvan az a néhány zseni, a, 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 aki, aki ugyanezen a szinten áll, az, hogy esetleg nem annyira sokan hallgat, tehát most mit tudom én, Ligeti György például, vagy akár Kurták György. Ö, mondjuk a Ligetit én nem ismertem személyesen, a Kurták Györgyöt van szerencsém ismeri személyesen, tehát, hogy Tényleg egész különleges élmény egy zsenit látni közelről. Tehát, hogy egyszerűen az, ami az ő fejében van, ahogy összekapcsolódnak dolgok, az a, az, az őrületes rálátás egy, nem tudom, ezer év kultúrájára, de mindenre, tehát az irodalom, meg a, meg a, meg a képzőművészet, meg zene. Öm, és, és ahogy ez aztán egy ilyen kreatív elmében valami új minőséget hoz létre, ez egészen káprázatos. Szóval hogy szerintem minden korban megvannak természetesen ezek a figurák. Nyilván mindenféle zenetörténeti okokból az a zenei nyelv, amit mondjuk egy ligeti vagy egy kurták használ, az nehezebben megközelíthető egy laikus számára, mint, mint a Bach zenéje, amit akkor is nagyon nagyon szépnek, meg, 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 meg felemelőnek, meg megrázónak találhatunk, ha nem értünk egyáltalán a zenéhez. De hogy visszatérve a kérdésedre ez az isteni rend, valóban megdöbbentő, és különösen akkor megdöbbentő a Bachnál tapasztalható rend, hogyha a saját korának a többi zeneszerzőjével vetjük össze, hogy, hogy minden szintjén a zenének, tehát tényleg most mondok egy konkrét példát, ha megnézi az ember, ö, mondjuk vegyük, nem tudom, a Goldberg variációkat. Ugye ez egy 50 perces, vagy hát 30 tételből álló, vagy pontosabban 31 tételből álló nagy gyűjtemény, ahol van egy téma, ez az úgynevezett ária, és akkor jön rá 30 variáció. Most ilyet nagyon sokan írtak variációs tét, zenét a, abban az időben, de azok mind olyanok, hogy van egy egészen pici néhány ütemes kis téma, és akkor írnak rá 30, 40, 50, a Hendrőnek van egy 62 variációs darabja. De ez egy nagyon pici, és ilyen egyre gyorsabban kell játszani, triolákkal, mint 16-odokkal bal kéz, jobbkéz és akkor egyszer csak vége van. És akkor ehhez képest a Bach az eleve hoz egy 32 ütemből álló témát, egy olyan műben, aminek 30 variációja van, van a téma az elején, de a végén is meg kell ismételni a témát, tehát 32 tétel lesz az egész. Tehát a kicsi tükröződik a nagyban. És akkor kitalálja azt, hogy akkor ilyen hármas csoportokba rendezi ezeket a variációkat, tehát lesz 10 hármas csoportunk, és akkor ezekben belül is kitalál egy rendet, hogy van egy szabad variáció, van egy műfai variáció, amiben különböző korabeli műfajokat, nyitány, triószonáta, fuga, nem tudom, ez az, amaz, van egy virtuóz ilyen szabad variáció, ahol a két kéz folyamatosan keresztezi egymást, mert ezt a csembaló két manuálján meg lehet csinálni, és minden harmadik variáció meg egy kánon, ami egy ilyen nagyon bonyolult, polifon szerkesztésmódú dolog, és még abba is kitalál egy rendet, hogy ezek egymás után hogy következzenek. Most ez az ember meghallgatja a Goldberg variációkat akkor hallgatóként te csak annyit hallasz, hogy egészen csodálatos zene, és egyik szebb ötlet jön a másik után. És akkor elkezded megnézni, és megdöbbensz azon, hogy tényleg senki akkoriban nem írt ilyen variációs sorozatot. És igaziból utána is alig. Tehát a Beethoven, Diabelli variációk a következő. És Bachnál ez az érdekes szerintem, hogyha a legapróbb részletig lemegyünk, tehát mondjuk megnézzük a Goldberg variációk valamelyik tételének mondjuk az első négy ütemét, és azt kielemezzük hangról hangra, hogy minden tökéletes. És akkor megnézzük az egész tételt, hogy az hogy rakta össze, és akkor megnézzük, hogy a hármas csoport, az a három variáció, az hogy viszonyul egymás, és akkor megnézzük az egész művet, hogy a dolgok minden szintjén rend van, és ez, ez szerintem valamilyen módon azért átjön tudattalanul a laikus hallgató számára is. Neked van még két-három olyan neved, aki személy szerint neked ugyanilyen jelentőséggel és ugyanilyen perfekcionizmussal bír, mint Ön... Bach. Öh, hát, Most nem azt kérdezem, hogy az el történet, hogy vélekedik Világos, erről, hanem... de az a kérdés, hogy, hogy tehát ez a rendezettség számít, vagy az én személyes kedvenceim? Amit te magas minőségnek gondolsz, és, és hasonló polcra helyezed minőségben, mint bakkot. Most tök mindegy, hogy miért. Ó, hát nagyon sok van azért. Tehát a bakkot teszem azért a legmagasabb polcra, de, de hát innen, ugye ezt, ezt, ezt szokták mondani, talán nem tudom, kodályhoz kötik ezt a mondást, hogy ha lennálsz a völgyben, akkor ugyan nem teljesen mindegy, hogy azok a hegycsúcsok ott egymás mert azok közül melyik a legmagasabb, tehát hogy innen nézve végül is mindegy. Bocs, egy közbertő kérdés, aztán, ne haragudj, csak félek, ugye elfelejtem. Lehet mondjuk a Bach meg Beethoven mellé oda tenni mondjuk ilyen anderson a Jetotából, vagy akár Kurt kobént a nirvanából tehát hogy, hogy van ilyen formában zenei zenek között különbség? Szerintem abszolút van, tehát én nem, én nem, én, 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 szerintem, én ezt úgy képzelem, hogy mondjuk van a klasszikus zene, az egy szekrény, és akkor abban vannak polcok, és akkor a legfelső polcra én oda teszem Bachot. És akkor van egy másik szekrény, az meg a könnyű zene, vagy azon belül is lehet egy még kisebb szekrény, hogy nem tudom, a grunge, és akkor abba a Kurt nagyon magasra teszem, de hogy én szerintem tehát nagyon izgalmas megnézni, hogy miben, mi, miben, használnak ezek a különböző zenék hasonló eszközöket, mert egyébként meg ugyanazokból a hangokból építkeznek, tehát mindenki ugyanazt a 12 hangot használja, ami az ongora billentyűin ott van. A Kurt Cobain ugyanúgy, mint a Bach, tehát hogy ilyen szempontból az egésznek a gyökere az, az ugyanott van, tehát ha mondjuk nem tudom, elmegyünk és megnézzük az arab zenét, az arab zene az már egy másfajta fajta hangstruktúrát használ, tehát azt már ne, nem is nagyon tudom összevetni, tehát itt az összevetés alapja zeneileg bizonyos értelemben adott, de kulturálisan, meg, 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 millió egyéb szempontból annyira mások ezek a zenék, hogy, hogy mondjuk pont a Bachot nem biztos, hogy összevetném a Kurt ami a, tehát hogy, hogy, és szerintem azért nem érdemes, mert, mert lehet olyan perspektívát, tehát tudok olyan perspektívát mondani, ahonnan a Bach alul marad a Kurt Cobain-nel szemben. Mondj egy ilyen perspektívát. Vagyság, straightforward kommunikáció. Abszolút. Tehát, hogy, hogy, az a, az a, az a majd mondjuk azt mondom, hogy nyers energia, ki, ki, ki jobb a nyers energia zenei kifejezésében, Kurt Cobain vagy Johann Sebastian ah, Bach, akkor szerintem Kurt Cobain. És ez szuper, tehát hogy, hogy szerintem nem, tehát hogy pontosan ezért én, én nagyon, tehát most tényleg most egy pár év óta intenzíven foglalkozom a klasszikus zene mellett popzenével is, és, és, és ez, egy, ez, ez nekem egy nagyon fontos tapasztalatom, meg ilyen alapvetésem, hogy, 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 hogy ezeket szerintem nagyon izgalmas egymás mellé helyezni, de kiátszani egymással szemben se ebbe az irányba, se abba az irányba nem szabad. Tehát, hogy, hogy a klasszikus zenészek felől nézve a popzen az sokszor tényleg nagyon egyszerű. De hát nem akar bonyolult lenni. Tehát nem, igen, nem. Igen. Nyilván én azt gondolom, hogy mondjuk egy Kurt Cobain nyilván nem állt a zenei tudásnak azon a szintjén, mint Johann Sebastian Bach, tehát nem tudta racionalizálni a saját zenéjének a működésmódját, a Bach meg igen, de ez nem teszi jobbá vagy rosszabbá a zenéjét a saját közegé Ben. tehát hogy azért leszólni Kurt Cobain mert egyszerű zenét írt, a Mozart is írt néhány nagyon egyszerű tételt. De egyébként visszatérve a kérdésedre, tehát szerintem akik ilyen nagyon nagyok, tehát nyilván ez a mondjuk a klasszikus zene szent háromsága, tehát a Bach, Mozart, Beethoven az abszolút, tehát hogy az tényleg egy ilyen szerintem nagyon nehezen vitatható dolog, tehát olyan elképesztő, izgalmasan gondolkoznak a zenéről nagyon különbözőképpen. Az én személyes klasszikus zenei hát ilyen ranglistámon, így nagyon-nagyon elő van a Bartók, azt szerintem ugyancsak ilyen közel Bachi szint rendezettségben is, és aki óriási kedvencem még, az Henry Purcell, az angol zeneszerző, illetve Monteverdi, tehát talán őket, őket mondanám, de hát ezek tényleg mind olyan figurák, akiket nem véletlenül őrzött meg aztán az utókor. Tehát én azért abban elég mélyen hiszek, hogy nagyon kevés az igaziból a méltatlanul elfeledett szerző. Nagyon jó szerzőket lehet előbányászni a múltból, tényleg fantasztikus dolgok kerülnek elő, de de, de nem a Bachi szinten, hanem egy picivel azért lejjebb. Bachi írt volt zenét egyébként? Hát, de, de, hát definiáljuk. Igen, definiáljuk mi az, hogy valami szenvedélyes. Tehát mondjuk a. Úgy, van Bachnak ilyen, ilyen olyan műve, ami így jól adatja ami, ami, mi szenvedélyes, és kifejezetten vad? Ez abszolút, szerintem persze rengeteg, de nyilván ez nem az a fajta zúzós vadság, mint a Kurt Cobain féle nirvánás Vadság. Hát akár csak nem tudom én, mondjuk a János Passiónak a nyitótétele, hát ez egy annyira brutális tétele, hogy így a kórus egyszer csak elkezd kiabálni, hogy herr unzer herr, urunk, uralkodónk, szóval hogy az, az egy, és olyan diszonanciák szólnak szóval ott van egy olyan feszültsége az egésznek, amit akár a vadság szóval is leírhatunk, de hát vannak egészen vad billentyűs darabjai is, tehát hogy ahol tényleg teljesen az őrület határáig víztát most mit tud tudom én, az émol csembaló partitának az áró tétele, az egy teljesen elmebeteg, ilyen igazán vad tétel. Ugye nyilván ez egy nagy kérdés a klasszikus zenében, hogy aztán hogy adod elő, meg hogy ez a vadság, ugye mondjuk most mondok egy példát, Bach a billentyűs darabjait Csemballóra írta jó részt, illetve hát orgonára, meg mondjuk klavikordon is esetleg játszotta őket, ami egy egészen picike barokk hangszer most a csembaló eleve nem tud vad lenni. Mármint most ugye ez egy nagyon halk hangszer, ilyen van egy ilyen fémes pengése, tehát hogy az, amit mi vadságként képzelünk el, mondjuk egy olyan pozícióból, ahol a Kurt Cobain meg a Bartók vadsága az már a mi kultúránknak a része, innen nézve egy barokk csembaló darabnak a vadsága az egy nagyon nehezen értelmezhető dolog, de azért, hogyha az ember mondjuk átrakja zongorára és azt megpörgeti, akkor azért, azért azt gondolom, hogy, hogy, hogy nagyon, ö, nagyon jól átélhető a vadság is Bach esélyében. A mai értelemben vett vadság az igazából a klasszikus zenében a romantikától értelmezhető, nem? Tehát ez a, vad, a vadság fogalmunk ez, ez kb. azzal korrelál, ami ott megszületett, nem? Hát, ez egy nagyon érdekes kérdés, mert ugye, ugye ez is szerintem egy nehézsége a mai zenekultúrának, hogy minden itt van körülöttünk. És ugye barokkot hallgatunk, meg középkori zenét, meg reneszánsz zenét, ha akarunk, meg, meg romantikát. És, és nyilván nagyon-nagyon sok mindent örököltünk meg a romantikától, tehát hogy az egy ilyen nagyon erős viszonyítási pont és akkor valóban mondjuk, nem tudom, egy Wagner operának a vadsága, az nyilván, vagy egy Richard Strauss, ilyen nagy szimfonikus zenekarnak a vadsága, az a klasszikus zenében egy sokkal vadabb dolognak tűnik, mint mondjuk egy barokk áriának a vadsága, ahol egy egész picike együttes játszott. De én azt gondolom, hogyha ez nyilván csak egy feltételezés, hogyha visszamennénk az időbe, akkor azt ott ők sokkal vadabbnak élték meg, mint amilyennek mi éljük meg, mert ugye az igazi nehézség a régi zenével szemben nem az, hogy nem tudunk visszamenni és megtalálni, hogy hogyan játszották, ugye ez egy nagy, most már sok évtizedes hagyomány, ez az úgynevezett historikus előadói gyakorlat, hogy hogy megnézik, hogy tehát nem csak úgy leülnek és kinyitják a kottát és eljátszuk a zongorán, hanem megnézik, hogy jó, ezt akkor hegedűre és csembalóra írta eredetileg, tehát akkor nem fogjuk tubán és zongorán játszani, és a hegedűt is, ugye nem a modern hegedű volt, mert más volt a vonó, meg más volt a húr, a csembalót is úgy hangoljuk, nem a modern hangolás szerint, hanem a barok hangolás szerint, és akkor minden, és a játékmódban is megvannak a dolgok, amiket valamennyire lehet rekonstruálni, és ez egy, ez csodálatos dolgokat hívott életre az utóbbi évtizedekben, tehát nekem a kedvenc Bach felvételeim, meg Mozart felvételeim, azok többnyire ezek a historikus előadások, de a nagy probléma az, hogy lehet historikus a hegedülésünk, de nem lehet historikus a fülünk. Tehát én nem tudom kizárni azt, hogy én igenis már hallottam jazzt, meg rockot, meg bartókot, meg kortárszenét, és, és akkor ez egy, ilyen, ez egy ilyen nagyon furcsa, tudathasadásos állapot, hogy, hogy mondjuk én meg tudom-e találni Mozartban a vadságot, Egyébként most a Mozartnál például van egy, van egy mol, két mol zongora szonátája van, az ámol zongora szonátának a nyitó tétele, az egy iszonyú vadzene. És az például nagyon érdekes, hogy ezt modern zongorán hallgatod, nagyszerű felvételek vannak, akkor a modern zongorának, a stanway ez a nagyon kiegyenlített, nagyon polírozott hangzás, hogy minden billentyű tökéletesen meg van csinálva zongora technikailag, emiatt egy ilyen jól nevelt, olyan, hogy mondjam, felkavaró, meg mol, meg drámai zene, de azt nem érzed nagy nagyon, hogy vad lenne. És akkor meghallgatod egy fortepiánon, tehát egy Mozart korabeli hangszeren, ami még egy sokkal ö, kevésbé tehát, tehát hangszer építészeti szempontból egy sokkal kevésbé kiegyenlített, ö, ilyen, nem tudom, én eszköz, ahol, ahol valahogy sokkal vadabbul lehet játszani Mozartot. Mert ráadásul ugye ez a modern zongor egy nagyon nagy hangszer, a Mozartnak nem illik a Mozarthoz ez a nagyon nagy hang, ezért nagyon sok zongorista fél a Mozartot brutálisan játszani pedig a Mozart is volt brutális, hát mindenkiben benne van a brutalitás. Hát meg a szenvedély, meg minden. Ott a Don Juan nyitány például, mondjuk az nem, nem zongoradarab, de... De az, az abszolút, hát az is szerintem, az, az, egy nagyon vad zene. Abszolút. Tehát az egy, az, onasz... meg amiről szól, meg a Figaro is. Abszolút, abszolút, igen. Ez kb. olyan, Shakespeare, nem? Tehát kb. A, a, a mondjuk a Da óperák, operák, a Figaro házassága, a Così Van a illetve a Don Juan, az kb. olyan szinten mesél az emberekről, mint shakespeare -nek a drámái. Igen, abszolút, és nekem ez, tehát hogy ez a, a visszatérve egy korábbi kérdésedre, hogy, hogy szólít meg minket a klasszikus zene, szóval hogy azért itt nagyon sok esetben ugye olyan örök témákról beszélnek, ilyen egészen különlegesen érzékeny emberek, mint egy Mozart, ami hát, szóval lehet, hogy megváltozott a technológia és mikrofonba beszélgetünk, meg te mobiltelefonunk van, meg internet, meg nem tudom mi, de mondjuk a szerelem érzése, meg a vonzódás, meg a gyász, meg a, meg a, nem tudom, a becsapottság, elhagyottság érzete, ezek mind teljesen örökké való dolgok, amik a 18. század végi Bécsben ugyanúgy fontosak voltak, mint a 16. század végi Angliában, vagy három ez a 2000 évvel ezelőtt az ógörög drámákban. Tehát az ógörög drámákhoz hogy tudunk kapcsolódni? Hát úgy, hogy a téma, amiről beszél, az egy, az egy abszolút örökké való dolog. És igen, volt egy ilyen élményem egy pár éve, hogy ugye Kurtág nem régiben fejezte be, illetve mutatták be az operáját, ami szerintem egy egészen csodálatos darab, és tartottam erről egy kurzust a zenetudós hallgatóknak, az egész fél évben ezzel foglalkoztunk, egy bekedrámának a ha. megzenésítése, a végjáték című bekedrámái, és, és, közben az általános zenetörténet csoporttal meg klasszikát vettük, tehát Mozart, Haydn, Beethoven korát, és akkor ott ugye sokkal felületesebben, hát az ember megy végig, ugye egy fél év alatt nagyon sok mindent el kell mondani, nem csak egy művel foglalkozunk, és az egyik óra az a Mozart Don Giovanni volt. És hát ugye én egész fél évben ott benne voltam bújva ebbe a nagy kortárs operába, és, és, és akkor bementem az órára, ugye készültem rá, és akkor így, így átvettük a Don Giovanni első jelenetét, meg egy pár, még egy pár részletet, és azt éreztem, és ezt azért merem mondani, mert biztos vagyok, hogy a Kurtág is ugyanígy gondolja, hogy, csodálatos a kurtág opera, de hogy ami a Don Giovanni-ban van, az egész egyszerűen felülmúlhatatlan, és nem is érti az ember, hogy, hogy egy 30 pár éves fiatal gyerek, az hogy ki, tehát hogy hogy tud ennyit a világról. Mert nem az az érdekes, hogy ugye azért szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy itt beszélgetünk egy kicsit arról, hogy a zenész nézőpontból egy Bach az egy milyen vitathatatlan minőség, meg mérce, meg nem tudom micsoda, de hogy azért ugye ők nem a zenészeknek írják a zenéket, tehát hogy, hogy, az igazán érdekes a Bachnál is, meg a Mozartnál is az, hogy emberileg mit tudnak a világról. És az a következő lépés, hogy ezt aztán persze zenévé transformálják, és az aztán zenéként hogy működik, de hogy, de hogy a lényeg az mégiscsak az emberi dimenziója ennek az egésznek, és szerintem ez is egy, én ezt egy elég komoly problémának látom egyébként a mai zeneoktatásban, nem Magyarországon, hanem globálisan a klasszikus zeneoktatásban, hogy annyira elment a technika irányába, akkora az elvárás a gyerekekkel szemben, hogy minden tökéletesen játszanak, annyira sokat kell gyakorolniuk, hogy végül elfelejtenek élni. És marha ügyesen eljátszák őrületes tempóban, teljesen perfekt módon a nem tudom melyik Beethoven szonátát le a kalappal, 18 évesen, csak éppen semmit nem tudnak vele mondani, mert nincs az életüknek tartalma, azon kívül, hogy gyakorolnak. Tehát, hogy most ez ilyen nagyon radikálisnak tűnik, meg ezt nem is feltétlenül hangoztatom zenetörténet órán, de azt gondolom, hogy persze be kell járni zenetörténet órára, meg kell gyakorolni, de igenis be kell menni a buli negyedbe, és élni kell, és meg kell ismernünk a saját határainkat, más emberekkel meg kell ismerkedni. Tudni kell, hogy mit jelent szerelmesnek lenni, mit jelent, ha elhagyni adják az embert, mit jelent összeomlani, mit jelent összeszedni magadat újra. Szóval, hogy ezek legalább olyan fontosak, mint az, hogy egyébként azt a c skálát azt tényleg el tudod játszani nagy tempóban egyenletesen. És van ilyen élményed, hogy, hogy éppen szagítottál a szerelmeddel, vagy nem tudom, mi történt, akkor ha elég tehetséges vagy, át tudod úgy transponálni ezeket a dolgokat, a kézügyességedbe, amíg mondjuk mit tudom én elzongorázol egy, egy chopin, nocturnt vagy bármi. Ez, ez nyilván, ez már egy olyan dimenziója a zenélésnek, ami, ami nem, nem megfogható, de de valahol azt gondolom, hogy hogy mondjuk egy kurencis, ez egy a kurencis sem attól jó karmester, hogy marha jó zenei gondolatai vannak, hanem attól, hogy egy olyan, olyan érzékeny figura, aki olyan intenzitással éli meg az életet, hogy aztán ez át tud menni ö, a, a, a más dolgokba is egyébként. Én, én egyébként erre tudatosan is próbálok törekedni, hogy, hogy, hogy a zenetörténet sem arról kell, szerintem szóljon, mert a zenetörténet tanítás vagy zenetörténetről való írás, hogy most akkor mindenféle adatokat megtanítunk. Hát például hát itt, itt, itt a telefonom, az összes adat benne van, tehát a zsebemből előveszek bármilyen adatot. Most nyilván jó, ha tudom, hogy a Mozart 1756. január 27-én született, akkor nem kell kinyitnom a telefonomat, de ezt nem tudom, akkor mondjuk ez három másodperccel több idő. Viszont tájé ezekben a zenékben, illetve megérteni, hogy ez hogyan szól rólunk, az szerintem sokkal fontosabb. Tehát, hogy én szívesen elmesélem életem egy talán legnagyobb, vagy egyik legnagyobb pedagógiai sikerét, amit én egy kosúdiért se adnék oda, bár tanároknak nem adnak kosúdia, de szécsényi díért sem, hogy most az általam zenetörténet tantárgy keretében barokk zenéről tanítok ebben a fél évben. És ugye fél év az Monteverdivel kezdődik, opera születése, vesszük Monteverdi Orfeóját, ami hát egy elképesztően gyönyörű görög mítosznak a reneszá, késő reneszánsz korabarok újra gondolása, meg színpadra állítása. És ugye ez a, ez, a, ez a, görög mítosz, ez ugye arról szól, hogy Orfeusznak meghal a felesége, az Euridiké megcsípi egy kígyó, lekerül az alvilágba, és Orfeusz annyira szerelmes belé, hogy utána megy, ami ugye nem lehetséges, mert ha lemész az alvilágba, nem jöhetsz vissza, de olyan szépen énekel, hogy le tud menni. Lemegy, és ott meggyőzi az alvilág urát, hogy engedje vissza Euridikét, és jönnek visszafelé, de az alvilág urának van egy feltétele, hogy ha mennek, akkor az Orfeusznak kell elől mennie, és nem nézhet vissza. Tehát nem nézhet vissza, hogy jön-e utána Euridiké, mert ha visszanéz, akkor örökre elveszti. És Orfeusz megy, és egy ponton egyszer csak visszanéz, és örökre elveszíti Euridikét. És akkor ezt elmesélem. Persze, megbeszéljük, hogy ez miért volt fontosabb kora barokban, meg az opera történetében ez hogy jelenik meg. De hogy miről szól ez a mítosz? Miért van ott ez a feltétele az alvilág urának? Miért nem engedi vissza simán? Egyébként van egy csomó olyan operai feldolgozás, amit a Gluk az ilyen lemegy, visszajönnek, boldogan élnek, amíg meg nem halnak, mert egy uralkodói névlapra született, és ott happy endert ki kellett hozni. De a Monteverdi Orfeo szó szerint veszi ezt a mítoszt, és akkor azt próbáltam magyarázni, hogy ha elolvassák ezt, ugye a Monteverdiék az Ovidius-féle feldolgozásból dolgoztak, át is küldtem az osztálynak, akkor gondolkozzanak rajta, hogy ez hogyan fordítható le a saját életükre. És hogy mondok egy példát, nem muszáj így értelmezni, de ez egy lehetséges értelmezés, hogy ugye nem muszáj a halál, Euridiké halálát egy valódi halálként felfogni. Ez lehet egy metaforikus halál. Tehát mondjuk szakítottak. Ugye ez egy szerintem egy 20 éves diák számára is egy átélhető élmény. Ugye mi történik egy szakításnál? Ugye tulajdonképpen az ember gyászol, és, és, és a másikat elvesztette, és megpróbálom visszacsinálni valahogy. Na most, ha visszacsinálom, akkor vajon lehetséges-e valamit újra elkezdeni úgy, hogy visszanézünk? Nem arról szól -e ez a mítosz, hogy az, hogy Orfeusznak előre kell néznie és nem nézhet hátra, az ugye azt jelenti, hogy muszáj megbízni a Euridikében, hogy jön utána, mert ha nem bízik benne, meg nem bízik önmagában, akkor ebből nem lesz semmi, és valóban végül is nem is lesz belőle semmi. És a pedagógiai sikerem az, hogy két héttel később, óra után ülök a büfében, és oda egy diák, és azt mondja, hogy tanár úr, leülhetek ide? Mondom, persze. Hát, hogy ő csak szeretne köszönetet mondani, mert hogy ő éppen most egy ilyen történetben van benne, és hogy neki ez nagyon sokat segített, ez, hogy, hogy, hogy ezt az mítoszt így értelmeztem, és hogy, hogy ő nem is gondolta, hogy ez a zenetörténet óra segíteni fog az ő saját szerelmi életének a megoldásában mindig ezek a legjobbak, nem a díjak szerintem, abszolút. Igen, és, és akkor így azt gondoltam, hogy igen, Szal, hogy, hogy, hogy való, valószínűleg ez fontosabb, és nem tudom, hogy hányasra fog vizsgázni, mondjuk nyilván, aki ilyen érdeklődő, az aztán levizsgázik ötösre, hogy teljesen mindegy, mert én abban bízom, hogy, hogy, hogy ennek a diáknak legalábbis megmarad az Orpheus mítosznak a lényege. Igen, és ez még csak szakítás sem kell, ez tulajdonképpen arról szól, hogy hogy működik egy kapcsolat, hogy ha túlságosan megbízol, vagy nem bízol, mennyire hiszel magadban, és mennyire van arra igényed, hogy mindig kontrollát hogy, hogy, mi van mögötted, melletted. Ez, egy kulturális toposztat végül is. Sengeteg, Abszolút, persze. Dolgozás, és akkor itt visszajutunk ahhoz, hogy ugye ez a görög mítosz, amit egy római költő, ugye Ovidius közvetítésével, és aztán egy barokk zeneszerző további közvetítésével jut el hozzánk, de az eredete az ugye három ezer évre, vagy nem tudom hány ezer éve keletkeztek ezek a mítoszok, ugye nem lehet tudni a pontos születési dátumukat, hogy ezek olyan mély emberi dolgokról szólnak, amelyekre tökéletesen tudunk rezonálni ma is mindenféle kulturális, meg kontextuális különbség ellenére. Igen, és főleg ugye az ének hangjainak a szépsége, most Monteverdi Orfeójáról beszélek, olyan szintű abstrakciót tudnak adni, ami, ami átélhetővé teszi ma is ezt a történetet, elemeli, és akkor tud egy ilyen általános érzést adni neki. Nekem, nekem is a kedvenc művem egyébként, az egyik kedvenc művem. A Zenakadémián, volt itt az új Péter, Tavaly, akivel jó viszony táposz, és rendszeresen publikálsz a 444-re. Ugye ez a 44 rovat, ez megy azóta is. Ez rovat, vagy blog, vagy. Hát mi? ez lehet, hogy most egy igazi bloggá fog majd alakulni, ezt meglátjuk. Az a baj, hogy nagyon kevés időm van Aha. mindenféle egyéb okokból, de én nagyon szeretném, hogyha ez működne. De igen, tehát, hogy ez egy létező dolog, csak nagyon sporadikusan vagyok képes beledobni valamit. Na, és hát volt itt az új béter, és akkor belecsaptunk mindenbe, és akkor kérdeztem, hogy ő mit szeret a zenében, és ő azt mondta, hogy hát sokat gondolkozott rajta, és arra jutott, hogy bizony-bizony talán a vadság az, amit ő szeret a zenében leginkább, és ehhez társul egyfajta szabadságérzet. Te így körül tudod írni azt, hogy neked mi a legfontosabb szempont a zenében, amikor esztétikailag és nem szakmailag közelítesz hozzá? Hú, ez egy, ezzel nem gondolkoztam még így, ez egy nagyon jó kérdés. Üm. Zenéről írni és beszélni úgy is nehéz, de... Igen, ez igen, igen. Itt... Nem, tehát, hogy, hogy, hogy hogy mi az, amit várok a zenétől, azt hiszem, hogy, öm, azt hiszem, hogy számomra az a legfontosabb, hogy, hogy itt belül megmozgasson valamit a zene. Tehát, hogy, hogy, öm, hogy most nem akarok így puncsizni a műsor címének, de hogy a katarzis, tehát hogy az, hogy... hogy öm, és ez, ez nagyon sok szinten tud megtörténni, tehát, tehát én azt gondolom, hogy a katarzisnak, és ez most biztos egy ilyen nagyon mert nyilván ez ugye ez egy, ez egy ógörög művészet elméleti fogalom, de mondjuk az én értelmezésemben ez a fajta ö, ö, ilyen, ilyen, tudatvesztéses állapot, tehát amikor amikor, amikor ö, valami olyan történik, amikor így, így átlép az ember egy másik közegbe belül. Ö, ennek szerintem nagyon sok szintje van, tehát ennek van egy ilyen nagyon erős érzelmi oldala, vagy lehet, tehát amikor tényleg egyszerűen csak mondjuk tényleg elkezdek zokogni, mert hallok egy zenét, és nem tudok ellenállni a könnyeimnek, de létezik, és ez valószínűleg paradoxnak tűnik, mert azt mondtam az előbb, hogy ez egy ilyen tudatvesztéses állapot, hogy szerintem, vagy én legalábbis megértem már többször ilyen intellektuális katarzist is. Tehát ez, ez például, ami, például a Bach... Wagner. Én pont a Wagner nem nagyon szeretem. Tehát de, de én, a Wagner kapcsán is lehet hasonlókról beszélni. Igen, nem. de mondjuk, de, de, nem én arra gondolok, hogy, hogy például a Bachnál van van egy csomó olyan pillanat, ami, amikor tényleg így valami így összeáll a fejemben, nem feltétlenül csak érzelmileg hat rám, és akkor annak van egy ilyen, egy ilyen aha élmény, hogy így, vagy ez az úristen élmény, vagy nem tudom, szóval, hogy és tényleg, tényleg az, hogy azt mondjuk ugye a, a köznyelvben is, még ha nem vagyunk vallások, akkor is, hogy Úristen, szóval, hogy, hogy van valamilyen ilyen transzcendens, vallásos jellegű élmény abban, amit az ember, vagy én legalábbis a zenében keresek, tehát én nyilván nagyon, én, én, egyébként ezen gondolkoztam sokat, hogy, hogy én ugye nagyon szeretek ilyen nagyon intellektuális zenékkel foglalkozni, tehát az, hogy nekem mondjuk az egyik fő ilyen szakmai érdeklődése területem a Bach, és most az utóbbi időben meg a kurták zenéje, meg a kortár zene, ugye ez azért mind a kettő ilyen tehát, hogy, hogy ez nem az ösztönökről szól azért, szóval lehetne sokkal ösztönösebb zenék iránt is vonzódhatnék. És azt hiszem, hogy ennek részben az az oka, hogy ez egy ilyen önvédelmi mechanizmus nálam. Tehát rám annyira mélyen hat a zene, hogy ilyen intellektuális bástyákat kell fölépítenem, hogy... hogy hogy, hogy, tehát olyan zenékkel kell foglalkoznom, amik nem, am, amiknél az intellektusom valahogy megtartja az ilyen túlhabzó érzelmi, é, érzelmi világomat. Tehát, hogy, hogy mert annyira tényleg én, hát én a, nem tudom, a legegyszerűbb popszámra is el tudom könnyezni magam, szóval, hogy, hogy, nagyon, nagyon mély, mélyen meg tud érinteni bármi tulajdonképpen, ami egy ilyen zenének nevezhető hang, hangzás. Ez én is, hát igen, én is így vagyok ezzel, és hát az ember nem minden nap nézi meg a 2001 űr át, azért, hogy már hogy annyira intenzíven hat rá a, 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 a Igen, de közben ugye az az érdekes hogy közben, hogy minden nap hallgatunk zenét, és aztán teljesen választanul hatné mert egyrészt körülvesz, mi magunkat körülveszünk a zenével. Hát én sokkal több zenét hallgatok, mint amennyit amúgy. Mm -hmm. tehát, tehát most az, hogy körülvesz, ugye, hát végül is magamat veszem mm -hmm. körül zenével. el, hogy szégyen, szégyen, nem szégyen, engem az azaria az így megtalált? Nem, miért lenne szégyen? Tehát, hát ez egy úgy csodálatos állat, úgy dolog. Úgy értem, hogy nem csak zeneileg, mm -hmm. hanem hanem úgy éreztem, hogy így van hozzá közöm érzelmileg. Na, ez jó hír. Engem még nem talált meg, nem. de várom, hogy megtaláljon. Igen, Aha, igen. Vársz? Mit gondolsz a jelenségről? Foglalkozol hát... vele, csak mint egy olyan szakember, aki ugye a, a klasszikus zene és a könnyű zene közötti hidat uh -huh. ácsolgatja? Igen, azt mondanám, hogy próbálok foglalkozni vele, tehát engem eddig még nem érintett meg, ö, de azt látom, hogy egy nagyon tehetséges, ö, mint, tehát, tehát nagyon tehetséges előadó is, meg... meg, meg ö, a, 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 számai, mondjuk nekem van egy pár olyan vonása az ő amit, amit nehezen tudok befogadni. Én le, amik ezek? Hát ugye nagyon annyira eklektikus a zenei stílusa, tehát annyira sok mindent olvaszt egybe, ami, ami miatt, ami miatt nekem bizonyos értelemben nehézséget okoz, tehát, hogy ami mondjuk, a, a, ugye hát benne van az összes ilyen modern, mai popzene, benne vannak mindenféle ilyen exotikusabb, nem tudom, arab hatások, meg, meg, ö, meg benne van ez a, ez a magyar mulatós világ is valamennyire, és mondjuk ez az utóbbi az, ami nálam egy picit így lehúzza a rolót, tehát hogy, hogy vannak olyan akkordfordulatok, amiknél nálam olyan asszociációk kapcsolnak be, amitől viszont kikapcsol egy csomó minden más, amitől én ezt igazán át tudnám adni magam ennek a zenének, de, de hogy én azt gondolom, tehát hogy, hogy mondjam, ugye erről nagy viták voltak, mikor ugye tavaly kiderült, hogy akkor megtölti a háromszor az arénát, hogy akkor ez most egy, és akkor volt, aki ugye Mondta, hogy hát azért nem kéne, mit, tehát hogy egyrészt ez egy nagyszerű dolog, meg szuper a magyar zeneiparnak, meg nagyon jó az ariának, meg a közönségének, stb. stb. De hogy azért nem kéne azt mondani, hogy akkor itt most született egy ilyen egyedülálló zseni, mert hogy nagyon jó zenét csinál, de nagyon sokan csinálnak még ilyen jó zenét. Azt én őszintén. És, és ezzel értesz egyet, aki én, gondolkodik? Én, én, én azzal értek egy, én igen, igen. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy, hogy, hogy az, hogy valaki megtölt három arénát, az nem csak a zenéinek a zenéjén múlik, hanem nagyon sok összetevője van. És ezzel nem akarom degradálni az arénát, Én nem azt mondom, hogy rossz a zenéje, de ennek ellenére megtöltötte az arénát, mert szerintem a magyar, mai magyar egyébként szerintem nagyon izgalmas, mai magyar popzenének az egyik leg, zeneileg is nagyon izgalmas alakja, függetlenül hogy engem nem érintett meg, de azt nem gondolom, hogy ő mondjuk zeneileg izgalmasabb lenne, mint a Krúbi a saját műfajában, vagy izgalmasabb lenne, mint a Carson Kóma a saját uh -huh. zenei műfajában. De megtalált egy olyan pontot, tehát ez a klasszikus jókor volt jó helyen, ö, ahol a, ahol egy olyan pontot, amire nagyon-nagyon-nagyon sokan tudnak rezonálni. És ugye tényleg most nem nem olvastam erről komoly kutatásokat, csak hogy olvasgattam az Azaria jelenségről, és ezt lehet tudni, hogy, hogy tényleg a, a társadalomnak minden irányban valahogy így minden, tehát, tehát a, 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 módosabb, meg a szegényebb, meg a vidéki, meg a városi, meg az idős, meg a fiatal, tehát hogy, hogy mindenki tud rezonálni valahogy az ő hmm. zenéjére. Van egyfajta lebegés is benne egyébként, és ilyen formában én kicsit bátor módon nem félek attól, hogy nyúljak akár Monterey elég. Tehát ez a fajta, a, a le, le, lebegős ének stílus, amivel rendelkezik, az például Igen. érzéki szinten az, 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 az hoz egyfajta tisztaságot és egyfajta abstrakciót is, ha tetszik. Igen, egyébként lehet, hogy ez a másik dolog, ami engem egy kicsit zavar, hogy, hogy, hogy igen, van ez az ilyen nagyon ilyen éteri hang, amit hallunk, de, de hogy hogy mondjuk ugye ez, ez, ez a vadságtól például elég távol áll. Tehát, hogy ami nem kell feltétlenül, hogy a... Szóval nem kell feltétlenül, hogy minden zenének vadnak lennie, de azért azt én nem bánom egy popzenénél, hogyha ha vad, néha legalább ha. úgy igazán, uh, igazán vad de lehet egyébként, hogy az is vannak vad számai, csak nem ismerem a teljes életművet. Most, most jött ki egy System of a Down stílusú metal, metal én sem hallottam. Igen, igen, hát ugye egyébként ugye ez egy nagyon érdekes jelenség a mai popzenében, hogy valójában mindenki rocker a szíve mélyén. Tehát ugye az Azaria is a rock zene felől jön, a Krubi is, ugye egy rockgitáros én is. énekes volt. Már nem akarom magamat ebben, bocs, ez igen, igen, nem De nem, is de, meg... de hogy ez egy tök érdekes dolog, hogy miközben a rock zenének úgy tűnik, hogy leáldozóban van a csillaga, a közben, valójában Magyarországon mondjuk két ilyen figurát kiemelünk, hogy Krúbi és Azaria. A szívük mélyén valahol a rockzené felől jönnek, és ha megnézzük a legmenőbb ilyen, nem tudom, producereket, a Shellback, meg a Max Martin, meg minden ezek alapvetően rockzenészek voltak, csak aztán elkezdtek számokat csinálni a Britney Spears-től, a Taylor Swift-en át az összes nagy popstárnak, Szóval valahogy tehát ugye óvatosnak kell lennünk, mert úgy tűnik, hogy a rockzenészek tartják markukban egyfajta nemzetközi összeesküvés keretében a teljes popzenét. És miért van így? Talán lehet azért, mert abban van egy ilyen őslázadó attitűd, nem? És akkor, és akkor abban van valami. Hát nem tudom, mert azért közben olyan zenéket írnak ezeknek a posztároknak, amik meg a lázadásról egyáltalán nem szólnak. 68-as nemzedék is fölnő, és akkor néha azt látjuk, hogy szembeköpi a saját. Igen, igen, igen. Nem tudom, ez még megfejtésre vár, hogy, hogy, ez a rock a háttér munkája az, az vajon miért alakult ki, Ö, szerintem szerintem azért a pop, tehát, tehát ugye ha az ember nagyon megkapirgálja a pop zenét, akkor arra, arra lehet rájönni, hogy hát ez azért így visszavezet a tényleg a, a fekete amerikaiak blues zenéhez minden. Tényleg, ha az Azariát is megkapargáljuk, vagy a Krúbit, vagy a Bárkit, tényleg a Taylor Swiftet, Bárkit. Ö, és, és valószínűleg ugye a rock volt az a zenei stílus, ami, ami nagyon autentikusan tudta átemelni a 60-as, 70-es évekbe ezt az ősi blues világot. Tehát én például most hosszú évtizedek után újra felfedeztem magamnak a Guns t aminek nagy rajongója voltam, aztán nem hallgattam, és a, van egy kisfiam, aki rockstár, akar lenni, és akkor mondta, hogy ő, mert valami barátják kapott egyszer egy elektromos gitárt, még az Ovi nagy és akkor mutassak neki rockzenét, és nekem a rockzene az az Appetite for Distraction a Guns lemez, és akkor nagy Guns rajongó lett, meg én újra, Uh, és borzasztó érdekes most ilyen tudatosabb füllel is hallgatni ezeket a zenéket, amiket teljesen öntudatlanul hallgattam a 90-es évek elején, vagy 80-as évek legvégén, és egész megdöbbentő hallani, hogy például az Appetite for distraction milyen mértékben van átítatva a Uh, nyilván ki van egyenesítve a ritmus, mert rockzene, de hogy a skálák, amikben a slash szólózik, a, ezek a riffek, amiket kitalálnak, amik eszméletlen ezek mind tulajdonképpen ilyen, <laughs> ilyen ős blues mintázatokra vezethetők vissza, pedig hát ugye minden idők egyik legsikeresebb rockzenekaráról beszélünk. ráról. később elkezdtek ők is, ugye zongora, East Range, stb. Ezeket, hogy bírtad ezeket, a, ezeket az elhajlásokat, amikor úgy gondolták, hogy ők progresszív rockzenekar lesznek, és akkor már de azok is lesznek igen, at the same igen. Time. Igen, igen, igen. Hát nem tudom, én, 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 én elfogult vagyok a gánzerózisszal kapcsolatban, de ugye nagyon nehezen tudom lehántani erről azt, hogy nekem ez az tényleg egy ilyen csodálatos időszakot hoz vissza a, tehát a tínédzser koromat, amit nagyon imádtam, és, és akkor ugye ezeket meghallom, ezeket a zenéket, és akkor rögtön visszajön minden abból az időből tehát nem tudom ilyen nagyon szakmai szemmel hallgatni. Azért ezek a hosszú számaik is, amik ugye ilyen az elképesztően jól meg vannak írva, tehát a most mit tudom én a legnyálasabb nyilván a November Rain, amivel ugye őrületes sikereket arattak, de hát ott a, a, a Use Your Illusion-ön van a Kóma című szám. Hát az, az, az annak például a annak a, a témája, meg a harmónia menete, az simán bevihető volna egy zeneakadémiai zeneelmélet órára. Tehát amit ott a slash... Bevitted már? Hát Gázerózis még nem vittem be, vittem már be popzenét a zeneakadémiára. <coughs> Próbálok így maradni. A... Meséltél arról, hogy ne, nem kell elfelejteni élni egy zenésznek. A magyar komoly zenész szakma mennyire van életteli művészekkel, tanárokkal átítatva, és mennyire konzervatív, vaskalapos, unalmas emberekből áll. Húha, hát ez egy elég provokatív kérdés, és hogyha válaszolok rá, akkor meg én leszek nagyon provokatív. <coughs> szerintem, szerintem a magyar klasszikus zenei élet is pont ugyanolyan, mint bármelyik másik szegmens. Tehát, hogy vannak köztük, vagy köztünk olyanok, akik nagyon intenzíven élik az életüket, vannak, akiknek az élete egy fokkal szürkébb. Lehet, hogy talán egy picit felülreprezentáltak, ugye? Tehát, hogy pontosan amiatt, amit mondtam a diákokról, hogy, hogy ugye annyira nagy az elvárási szint a, 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 a technikai tökéletesség iránt, hogy, hogy, hogy nagyon sok idő megy el ezekkel a gyakorlásokkal, és ezért és ezért lehet, hogy, de nem, 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 nem akarok senkit bántani, szóval hogy, hogy, hogy most ezen gondolkozom, hogyha most én megkérdezem, hogy nem tudom én a újságírók, rádiósok, nem tudom, ki körében mennyi az, aki, aki kicsit szürke és olyan kisegér életet él, és ki az, aki rendesen beveszi a dzsungelt nap, mint nap. Igen, de lehet, az, az újságírói szakmára sokkal inkább jellemző volt egy liberálisabb, egy életigenlőbb, megítélés, amely lehet előítéletes. Igen. Nem tudom, én nekem az a tapasztalatom, hogy azért ez változóban van, tehát a klasszikus zenének szerintem ö, valójában nincsen semmi baja, akinek baja van, azok mi vagyunk, akik nem tudjuk a klasszikus zenét elengedetten ö, hallgatni, és szerintem azért ma már a, a legfiatalabb, tehát mondjuk nálam fiatalabb generációnál azt látom, hogy nagyon-nagyon. Hogy nagyon nyitottak a világra, nagyon elengedik már ezeket a sztereotípiákat, mert, mert tényleg az, 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 hogy valahogy ugye ez egy ilyen furcsa közeggé vált ez az egész klasszikus zenei közeg, tehát mondjuk az, hogy ilyen kialakultak ilyen hülye etikettek, hogy hogy kell viselkedni a koncertteremben, hogy nem szabad tapsolni a tételszünetben, hogy nem szabad reagálni. Hát most például ugye nemrég hunyt el Ötvös Péter, aki egy egészen kivételesen nagy zeneszerző volt, meg egy csodálatos karmester, mm -hmm. és pont halála előtti estén a Zeneakadémián volt egy magyarországi bemutatója, egy Fókusz című saxofon játszott Selejló Erzsébet egészen csodálatosan. A koncertó Budapest volt a zenekar, és a Pedro Amaral nevű zeneszerző, karmester, zenetudós, ötvös tanítvány vezényelt. És az a darab az olyan volt, hogy többször hangosan felröhögtem. Tehát, hogy olyan humora volt, hogy semmit nem érzékel az ember. Tehát például ez egy nagyon érdekes kérdés, például az Ötvös Péter zenéje, az, az, szerintem borzasztó, a jól érezné magát ezen a klasszikus zenei téren kívül is, mert hogy a Péter is egy olyan ember volt, aki, aki nagyon, nagyon erősen rezonált mindenféle emberi dologra, és a zene a számára egy eszköz volt. Tehát ő nem, nem azért írt zenét, hogy zenét írjon, hanem azért írt zenét, mert valamit el akart mondani, vagy valamit meg akart mutatni a világból a zene nyelvén keresztül. Tehát, hogy, hogy, hogy az, hogy az ember mondjuk egy Haydn szimfónián röhögjön, ami elképesztően vicces darabok. Persze, Én hangosan... de biztos, hogyha melletted ül valaki idősebb koncertlátogató, aki abban szocializálódott, hogy az ember komoly, 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 zene, ugye ezt mondjuk, akkor, akkor az lehet, hogy nem, nem jól reagál arra, hogy te nevetsz, miközben biztos vagy benne, hogy a Hyde nagyon örülne annak, hogy nevez. tehát pont attól szaladnak ki a világból, hogy, <coughs> hogy túl komolyan veszik a zenéjét. De közben meg hát vannak olyan klasszikus zenék, amik tényleg komolyak, és azokat meg vegyük komolyan. Én szerintem ez egy eléggé megoldhatatlan helyzet egyébként, mert, mert pontosan amiatt, hogy iszonyatos mennyiségű, nagyon különböző korokban született zenéket hozunk össze, nem lehet, nem, igaziból nem lehet ezekre pontosan úgy reagálni mindegyikre, mert az egyiknél így kéne viselkedni autentikusan, a másiknál meg úgy, de egy műsorba vannak összerakva. Tehát nem tudom, a Brahmsot azt a mai koncert élet szerinti viselkedési mintázatokkal tökéletesen be lehet fogadni. Egy Mozart, meg egy Haydn, meg egy annyira más közegben írták a zenéket, ahol tényleg az emberek nevettek, meg beletapsoltak, meg sziszektek, meg beszélgettek, meg reagáltak a zenére, és közben meg vannak olyan koncertek ma, ahol az egyik műsorszám Mozart, és a következő meg Brahms. És akkor, és akkor, ez, ilyen, ez egy ilyen nagyon furcsa, megoldhatatlan <laughs> szituációt teremt akkor te pártolnád azt a fajta megközelítést, hogy hozzuk vissza a paradicsomdobálós, listi koncert hagyományokat? Akár, tehát, hogy le, legyünk kicsit lazábbak a, a megben. Abszolút. Szerintem semmi baja nincs akkor a klasszikus zenének, hogyha, 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 hogyha ö, mindenféle érzelmeket kifejez a közönség, semmi baja nem lesz akkor se egy klasszikus zeneműnek, hogyha beletapsol valaki, mert és akkor nem halljuk három másodpercig azt a néhány hangot. Tehát ugye erre vannak a Mozartnak van egy nagyon híres levele, ahol leírja azt, hogy hogy tapsoltak bele az egyik szimfóniájába, és nagyon boldogan írja le ezt az apjának, mert hogy a közönség érti a poént és reagál. És nem az van, hogy ilyen karót nyelt módon ülünk a sötét terembe, és valójában nem reagálunk, mert fogalmunk sincs, hogy mire kéne reagálni. Tehát tehát, hogy én, én, én abszolút híve vagyok annak, hogy én bevallom őszintén, hogy én nekem nehézséget is jelent egy kicsit ez a koncert etiket, mert hogy amiatt, hogy barok zenével foglalkozom sokat, és látom, hogy ott mennyire másként reagáltak a zenére az emberek, mennyivel közvetlenebb volt a kapcsolatuk a zenével. <laughs> ez a fajta nagyon merev befogadásmód, ez, 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 nekem, nekem nem jó érzés ebben benne lenni. De, de mondjuk ezt is azért nagyon sokféleképpen oldják, és azért ilyenkor, amikor ez fölmerül, akkor én mindig próbálok óvatosan fogalmazni, mert közben meg azt se szeretném, hogy ezt a nagy kultúrát, ami megteremtette ezeket az etiket szabályokat, ezeket akkor dobjuk ki a kukába, mert közben egy csodálatos kultúra, és fantasztikus értékeket teremtett. Hát én, én magam sem tudom, milyen a megoldás. Nekem is ez a kettőség jut eszembe állandóan, hogy akkor legyünk szabadok, kicsit pánkosabbak, stb., de ugyanakkor tartozik ehhez egy ilyen igen. Egy ilyen protokoll, egy etiket, ami magával a termékkel is összefüggésbe hozható, és összefüggésbe jött. Igen. És közben meg azért ezek gyönyörű termek, tehát beülsz egy zeneakadémia a nagyterembe, annak van egy emelkedettsége. Lehet, hogy a műsor polit Tikán kell óvatosan változtatni, tehát hogy tényleg megmutatni azt, hogy nem tudom, van olyan zene, ami ebben a térben jól érzi magát, és egyébként a Mozartnak is van ilyen zenéje, tehát ő is írt kifejezetten komoly műveket, és azoknak nagyon is helyük van, de vannak olyan Mozart művek, aminek teljesen más közegben is szuperül ellennének, és semmi baj nincs, ha közben isszuk a sört, és, és egy kicsit odasúgok valamit a mellettem ülőnek, vagy, vagy, vagy hangosan beleröhögök a produkcióba. Hú, ha ez lenne, az, az én folyamatosan ott lógnék a Akadémián, mm. vagy máshol. Mm. Tehát, és imádodnék egy Brahms szinfónia közben is sört inni, és, és... Igen, igen, hát a Brahms is tudott sört inni, úgyhogy... Szerete is, hát sokat jól Magyarországon is egyébként. Világszínvonalú a magyar zene oktatás? Hú, egyik provokatív kérdés, a másik hát után. A végére hagytam. Igen, igen, igen. Ö, vagy síralmas, ugye ez a kérdés. Az... Igen. Mert én csak nem is erre céloztam. Igen, igen. Bár most egyébként most egy eredmény, hogy a, nem tudom, ilyen rangsorban előkelő helyet e, foglalta a Akadémia. Én nem tudom megítélni, hogy ez pontosan mit jelent. E, e, abszolút laikusként kérdezem, hogy, hogy ugye, lehetett hallani, hogy a zenakadémia az a világ legjobbai között van. Most ez, ez hogy áll? Hát hát nem én, provoka, én, én, ez, ez nem értem. É, Köszönöm, hogy ezt szóba hoztad. Én erről a, erről a ugye most, most ez a legújabb rangsor, ami kijött, ugye ebben milyen területenként rangsorolják az egyetemeket, tehát nyilván nem tudom én, a tudó-tudomány a, a egyetemeket, meg a művészeti egyetemeket nem egy bugyorba rakják, és ugye az jött ki, hogy a magyar egyetemek közül az egyetlen a Zeneakadémia, Igen. ami az első 30-ba került, mert hogy 22-dik lett. Én, én két dolgot gondolok erről, az egyik az az, hogy hogy ez nagyon jó, tehát hogy ez egy szuper visszajelzés, hogy, hogy, hogy még mindig tartja magát a zeneakadémia. A másik, amit gondolok, hogy valójában ezeknek a rangsoroknak semmi jelentősége nincsen, Ö, politikailag van jelentősége, tehát mondjuk annak szerintem van jelentősége, hogyha egy fenntartó elvárja, hogy egy egyetem kerüljön be az első 30-ba, és az egyetem bekerül az első 30-ba, akkor szerintem ez egy tök jó dolog, és akkor nagyon bízom benne, hogy a fenntartó ezt valamilyen módon majd kifejezi az örömét, hogy a Zeneakadémia az tényleg teljesítette ezt a miniszteri elvárást, még pedig elég gyorsan. Másfelől viszont azt gond, nagyon egyetértek a Zürich-i Egyetemmel, amin pár héttel ezelőtt kilépett ezekből a rangsorokból. Ugye ezek a rangsorok úgy készülnek, hogy az egyetemek adatokat szolgáltatnak, ugyanis, ugyanis ezek, az, ezek a rangsorok, ezek ugye ilyen rangsor korságot teremtenek az egyetemi vezetésekben, meg, meg miniszteri fejekben, és azt gondolják, hogy attól jó egy egyetem, hogyha ilyen rangsorokban az élen van valahol. De nem ettől jó egy egyetem. Egy egyetem attól jó, hogy, hogy, hogy intenzíven együtt dolgozik egy tanár, meg egy diák. Tehát mondok egy konkrét példát. Szerintem, és a diákjai szerint is, a, az egyik legjobb zongora tanár ma Magyarországon, de lehet, hogy a világon Kemenes András. Kemenes András nevét szerintem nagyon kevesen ismerik, mert ő nem egy koncertező művész. Most ugye, ha ő neki teljesítenie kell azt, hogy ő hány koncertet adjon egy évben, mert akkor kerülünk föl a nem tudom milyen listára. Vagy van egy zseniális zenetörténet professzor, aki elképesztően jó tanár, de ilyen olyan okokból nem publikál szaktanulmányokat, mit tudom én miért akkor ha az az elvárás, hogy ő tanulmányokat publikáljon, akkor két dolog történhet. Az egyik az az, hogy frusztrált lesz, a másik az, hogy a tanítási idejéből, energiájából tanulmányokra, ezeket tanulmányokra fogja fordítani, tehát rosszabbul fog tanítani. Tehát lehet, hogy a rangsorban előrébb fog lépni az intézmény, de maga az Aha. oktatás lejjebb fog Aha. esni. Tehát, hogy, hogy a, az én ideálom szerint a zene oktatás az egy nagyon ö, személyes ügy tanár és diák között, és, és nagyon nehéz megmondani szerintem azt, hogy egyrészt, hogy mit jelent a világszínvonal, másrészt meg azt, hogy, hogy akkor ezen belül a Zeneakadémia hol van. Azt látom a Zeneakadémia oktatójaként, hogy, hogy ugye én most már, hát mióta tanítok minden évben, megkapok egy teljes klasszikus zenész évfolyamot, tehát a jazz meg a népzene szakosok azok külön kapják a zenetörténetet, és az összes többi klasszikus zenész hallgató meg egybe, és akkor én szoktam tanítani az első évfolyamot. Ü és nekem az a tapasztalatom, hogy mondjuk van száz diák egy évfolyamban, amiből tíz áll, általában fantasztikus. És általában azok, akik a zenetörténet órán is látszik a tekintetükből, aztán látszik a vizsgán, ha esetleg hozzászólnak. Van nem tudom, én 50, aki <kül> nagyon jó, vagy jó, és akkor van a maradék, aki meg nem, aki meg gyengébb. Az uh, 40. Hát valamennyi. Most, Most mit tudom én? Nem biztos, hogy pontosak jó, ezek a jön, számok, jön, de így jön. nagyságrendileg. És az az látszik, hogy hogy az, az a fajta színvonal, tehát zeneelméleti, zenetörténeti tudás, lehet, hogy hangszeres tudás is, ezt kevésbé tudom megítélni, amivel belépnek a rendszerbe a zeneakadémián, az, a, az a, a gyengébbek körében, meg még a középen lévő körében is lejjebb ment. De ugye hát ez megint csak egy tulajdonképpen ö, egyrészt általános trend, tehát Nyugat-Európában sincs ez másként. Tehát ott még kevesebbet tudnak a hallgatók a zenetörténetről, ö, mondjuk, vagy a zeneelméletről, és ezt azért is tudom, mert külföldi hallgatókat is szoktam tanítani. Másfelől meg nem csak nemzetközi trend, hanem tulajdonképpen ez egy, ez egy kultúrpolitikai hát döntés is, hogy mennyit szánok az alapfokú, meg középfokú zeneoktatásra. Tehát lehet a zeneakadémiát kritizálni azért, hogy csökken a színvonala esetleg ennek a közép hadnak. Na de hát azért csökken, mert hogy akik bejönnek a rendszerbe, azok, azok, azok nem kaptak meg egy csomó mindent, amit korábban esetleg megkaphattak. De a top, a krém, az azt szerintem ugyanolyan. Tehát, hogy én nem érzem azt, hogy az elmúlt tizen évben ne lett volna mindig ott az a néhány diák, aki szerintem mindig is a, a, a legfőbb letéteményese volt a Zene akadémia hírnevének. Tehát, hogy azért ezt nagyon fontos tudni, hogy egy Juilliard School of Music, aki mondjuk a top ebben a kategóriában, ugye oda nagyon nehéz bekerülni, nagyon sok pénzbe kerülve vannak persze ösztöndíjak, stb. 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 stb de onnan is általában csak a krém az, aki igazán ismert lesz. Tehát szerintem ennek az a természete ezeknek a zeneoktatási intézményeknek, hogy, hogy a krém az, aki aztán a hírnevéért kezeskedik egy intézménynek, és a nagyobb tömeg az pedig, az pedig, az pedig megadja ennek az alapját, amiből ki tudnak ugrani, ö, ugrani, a többiek. És nyilván ugye az egy, az egy nehézsége ma a zeneakadémiának, hogy... Ö, hogy hát nagyon-nagyon nyitott a világ, tehát, hogy bárki elmehet ö, külföldre, és, és, és adott esetben még olcsóbban is tud tanítani, vagy olcsóbban is tud tanulni, mint mondjuk, ha a Zeneakadémiára fizetős képzésre veszik fel, ö, de hogy ezek megint nem a Zeneakadémia dönt arról, hogy mennyibe kerüljön a képzés, vagy szóval, hogy ez nem csak egy ilyen intézményen belüli döntés. Szóval, hogy, tehát, hogy, hogy, hogy én, én, én azt érzem, hogy az egész klasszikus zenei világban van persze egy ilyen szűkülés, tehát ez amiről az elején beszélgettünk, hogy szerintem ez a szubkultúrává alakulásnak a valamelyik fázisában vagyunk, és ebben a helyzetben szerintem nagyon fontos gondolkozni a Zeneakadémiának, meg minden művészeti felsőoktatási intézménynek abban, hogy a magas kultúrát hogyan tudja elhelyezni ebben a nagyon megváltozott kulturális térben? Tehát, hogy el tudom képzelni, hogy egyszer csak majd úgy döntenek, hogy legyen kevesebb hallgató, de azok nagyon kimagaslóak legyenek, és akkor ez egy ilyen kis ékszerdoboz, de szerintem nagyon fontos, hogy akkor viszont más hova fölvegyék azokat a zenészeket, akikre nagy szükség van, tehát kellenek jó énektanárok, kellenek jó hang zenekari zenészek, tehát hogy nem lehet mindenki, nem tudom én kocsis Zoltán, vagy Siffandrás, vagy Ránky Dezső vagy nem tudom, a fiatalabbak közül is sorolhatnék nagy neveket. Szóval, hogy hogy. Én nem érzem azt se a diákjaink esetében, se az oktatóink esetében, hogy ne lenne meg az az X számú diák és oktató, aki ugyanazt a színvonalat képviseli, mint a világ elitje. És persze, hát minden, minden intézmény nagyon sok gonddal küzd egyébként, és azt azért hagyd tegyem hozzá, hogy hát azért ugye a tanári fizetés per pillanat az ugye olyan összeg, ami, ami Nyugat-Európában, akikkel elfben mi egy ligában játszunk, konkrétan értelmezhetetlen. Tehát én most részt vettem egy svéd kutatási projektben, ahol a pályázathoz, talán két évvel ezelőtt adták be, be kellett adni a minden résztvevőnek több országból jöttünk a fizetését, hogy akkor ugye ezt az összeget kérik az résztvevő kutatóknak, és amikor elküldtem a fizetésem, akkor visszaírtak, hogy ez tényleg? Mert hogy... Lehagytál egy nullát Hát valami. igen, nem, hogy, 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 azért lehet, hogy ők többet írnának be ebbe a pályázati anyagba, mert hogy ez, ez azért... Szóval, hogy, csak, tehát, hogy, ezt, tehát hogy, 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 azért ez egy ilyen nagyon... De valószínűleg a Zene ez volt mindig is a varázsa, hogy egy ilyen nagy... Nagy küzdelemben dolgozunk, és, és, a, és, és ugye ugye mi az, ami ott tartja azt, aki a Zeneakadémián tanít, nyilvánvalóan nem a pénz, hanem az, hogy, hogy a szívünk és a lelkünk ott van. És, és ez szerintem átragad a diákokra is. Öm, egyébként ha mondjuk egy másik példát, ami nekem ilyen nagyon jó élmény volt. Öm, most ünnepeltük anyukám 70. születésnapját, pár napja, és, és szerveztünk egy nagy bulit, a család, és el akartam hívni a, a Dittát, aki nekem nagyon jó barátom, egy nagyszerű csellista, és, és fölhívtam, hogy nem tudsz eljönni, és mondta, hogy fú, nem érek rá, hát mondom, de akkor mindenképpen egy bakcseró szvitet szeretnék, ha azt megszólalna nagy pár tétel, anyukám szülinapján, és akkor ajánlott egy, diákot, aki az ő növendéke, és, és akkor ez egy nagyon szép is egyébként, hogy akkor nem a ditta játszik, hanem egy diákja, és annyira gyönyörűen játszott, tehát, hogy most nyilván ez egy nagyon emelkedett, meg ilyen megható pillanat, de hogy, hogy zeneileg is annyira szép volt, hogy azon gondolkoztam, hogy jó, lehet, hogy a Ditta a legjobb diákját küldte, de ha ez a szint, vagy ez a szint is van a Zeneakadémián, akkor azért olyan nagyon nagy baj nincs. Ez a tendencia akkor, ez, ez a tendencia, ami a világ egész évben megfigyelhető. Tehát, tehát nincs rosszabb állapotban, a helyzetben a Magyar Zen Akadémia, hogyha a tekintetbe veszük, hogy mondjuk Németországban, vagy mit, Angliában milyen a helyzet. Hát abban az értelemben szerintem ö, Nem tudom, ezt, ezt, nyilván most így kijelenteni nagyon merész lenne, mert nem ismerem mélységében a, 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 többi diákot, de hát azért, azért azt gondolom, hogy, hogy, ö, hogy, hogy egy tényleg egyrészt van egy ilyen általános trend, hogy mindenkinek nehéz most, aki klasszikus zenét tanít, tehát bárhol is vagyunk, és, és szerintem abszolút értékben sincs szégyenkezni valunk, és azért tényleg, szóval tudom, hogy ez most ilyen nagyon rugózás ezen, de hogy, hogy, hogy azért marha nehéz ám összevetni olyan egyetemeket velünk, ahol sokszorosát keresik a tanárok, mert ugye részben, tehát nekem folyamatos lelki is van bizonyos csoportjaimmal szemben, hogy nem tudom átküldeni nekik időben az anyagot, meg nem tudom, mert szétszakadok az egyéb munkáimba, hogy, hogy egy jó életszínvonalon tudjak élni a családommal. Most, ha ugyanezt az energiát, mindent a zeneakadémiára tudnék fordítani, akkor, akkor és, 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 az összes többi kollégám pont ugyanígy él, akkor egészen más lenne a, más lenne a működése az intézménynek. De közben mondom, közben meg lehet, hogy ennek meg van egy ilyen felhajtó ereje, amivel nem akarok tippeket adni a kulturpolitikának, hogy akkor hagyja így a rendszert, mert ez adja meg a, hogy aki viszont ott tanít, azt tényleg szívvel, lélekkel tanít, mert a pénz az kiöli a lelkesedést. A pénz nem boldogít. Igen. Pénz nem, igen, tehát a pénz persze nem boldogít, de hát, de hát azért, ahogy a Woody ellen mondja, ugye jobban szeretem a, 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 hogy is van, hogy, hogy a, 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 pénz jobban szeretem, mint a szegénységet, már csak anyagi szempontból is. Igen. Mondhatnám, hogy beszélgessünk még erről, de egyrészt már egy óra 16 perce beszélgetünk, és hát igazából hát bízom benne, hogy majd jó irányba mennek a dolgok. Szerintem, szerintem ö, egész jó beszélgetünk amúgy is mindenféle témáról. Úgyhogy Gergő, köszönöm szépen, hogy, hogy itt voltál velem, és beszélgetünk egy jót, és akkor majd még jössz, és akkor megnézzük, hogy x év múlva, vagy x múlva, hogy alakulnak a dolgok. Köszönöm a meghívást, Én Köszönöm is nagyon jól éreztem magam. Ez komoly volt. Szatmári Robert műsorát hallottátok. Enyhe a tarzis legközelebb jövő hétfőn este 9-kor a Rádiókafén. Ezt a műsort is megtaláljátok a Rádiókafé Spotify oldalán.